A kormány mai ülésén elfogadták a 2012-es évre vonatkozó agrártámogatások fennmaradt részének, a hektáronkénti 6420 dinárnak a kifizetésére vonatkozó rendeletet is. A gazdák szerint a korábban felvett előleg levonása után fennmaradó hektáronkénti 5000 dinár körüli összeg a jelenlegi nehéz helyzetben nem nagy segítséget jelent az őszi vetés elvégzéséhez. A földművesek most elsősorban műtrágyára és fémzárgott vetőmagra lenne szükségük, hogy megalapozhassák az őszi vetést. Egy hónap múlva elérkezik a búza vetésének az ideje, az olajrepcét pedig már két hét múlva vetni kell. Ez lenne az, amit a földművesek elvárnának, és aminek a legnagyobb hatása lenne. Tudjuk, hogy a kormány se tud mindent csinálni, de az amekkora a árok, ez nagyon kis valami, ami ittán segít, meg ami nincsen olyan, hogy csak mondjuk, hogy majd hónap lesz, meg a jövő héten lesz, mikor már máma kellene. A megkérdezett földművesek véleménye szerint az eddigi várakozásokat is alulmúló hozamok folytán a termelők zöme nem fog élni sem az árutartalékok által bejelentett intervenciós kukoricaértékesítéssel, sem pedig az árucsere alapján történő műtrágya beszerzés lehetőségével.